A kormánynak az fontos szándéka, hogy ezek a kis települések pont meg tudják tartani a településen élő fiatalokat, és akkor a fiatalok pedig a gyerekek révén megújítsák ezeket a településeket. Süli János tárca nélküli miniszter köszöntötte Gerjenben az egészségház átadóján megjelent lakosságot. A miniszter megjegyezte, hogy a hasonlóan jól átgondolt projektek megvalósítását fontosnak tartja, hiszen a település minőségi egészségügyi szolgáltatáshoz juthatott. Az orvosi ellátásokat eddig több helyszínen tudták igénybe venni a gerjeniek. A fejlesztésnek köszönhetően egy épületbe került a házi orvosi ellátás, a fogászat, a védőnői szolgáltatás és az orvosi ügyelet is. Mindenre nagyrészt a terület és település fejlesztési operatív program pályázati forrásából került sor. Közel 52 millió forintot kaptunk a beruházásra, és ez így önmagában nem lett volna elég, illetve nem tudtuk volna teljes körű felújítást elvégezni és az eszközbeszerzést megejteni, úgyhogy a külön kiegészítőként a Jövőnk Energiája a Térségfejlesztési Alapítványhoz pályáztunk eszközbeszerzésre, többek között a fogorvosi széket, defibrillátor, TKG készüléket és több nagyobb értékű eszközt tudtunk beszerezni. Romhányi Károly kiemelte. Településük számára fontos volt az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése, és a Paks 2 beruházás miatt jelentkező létszám növekedés ugyancsak indokot adott a fejlesztés megvalósítására.